Az utóbbi időben, az utóbbi videóimban nagyon sokat beszéltem a Midjourney-ről, és mindig fölmerül kifogásként a Midjourney-vel kapcsolatban, hogy de hát az fizetős, és hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy egy kevésbé fizetős, vagy mondjuk egy ingyenes cuccot használhassunk. Úgyhogy ebben a videóban én most kifejezetten egy olyan cuccot szeretnék neked mutatni, egy olyan AI generátort, ami ugyanúgy szövegből készít képet, viszont jelenleg, most így február közepén még teljesen tök ingyenesen használhatod. Annyit kell tudni a használatáról, és annyit kell tudni magáról a Leonardo AI-ról, hogy mivel ez még jelenleg bétában van, ezért napi szinten 250 tokent tudsz felhasználni, és ezeket a tokeneket az alapján határozza meg, hogy mennyit fog megzabálni neked, vagy milyen beállításokat használsz. Ez az egyik dolog, amit tudni kell róla. A másik dolog, amit tudni kell róla, hogy Stable Diffusion-re épül. A Stable Diffusion az egy ugyanolyan szövegből kép generáló szoftver, mint például, amit a Midjourney is használ, annyi különbséggel, hogy itt azért sokkal bővebb beállítási lehetőségeid vannak, és a Leonardo AI azért egy nagyon jó tool, mert eddig Stable Diffusion-t azok tudtak csak használni, akinek megvolt erre a megfelelő hardvere, hogy futtassa a saját gépén. Most ez az első olyan AI, legalábbis amivel én találkozok, ami tényleg egy webes alkalmazáson keresztül, Stable Diffusion-re épülve, de felhasználó baráttá teszi magát a képgenerálást. Nézzük is meg, hogy hogyan működik ez a cucc, és nézzük meg, hogy hogyan is tudod te kihasználni ennek az előnyeit. Tehát alapvetően itt vagyunk a kezdőképernyőjén a Leonardo AI-nak, itt meg tudod nézni azt, hogy mások milyen képeket generáltak, meg tudod nézni azt, hogy mi az, ami új, mi az, ami top, mi az, ami trending, semmi újdonság nincsen ebben az egészben. Az újdonság akkor kezdődik, amikor idejössz az AI Image Generation-re, és itt most egy picit szerintem én át is teszem magamat a másik oldalra. Nagyon jó, most, hogy áttettem magad a másik oldalra, mutatom is neked, hogy nagyjából hogyan is kell ezt az egészet elképzelni. Az első dolog, ami szembe tűnik, az az, hogy van ugye egy prompt beírási részünk, innen indulunk, hogy bármit, amit szeretnénk, azt le tudjunk generáltatni. Playing with a ball. Oké, induljunk ki ebből, hogy lesz egy nagyon cuki mosómedvénk, ami játszik egy labdával. A prompt itt a legkisebb problémád, azt szeretném elmondani, mert hogy az összes többi beállítás lesz az, amivel majd nagyon-nagyon sokat fogsz játszani. Alapvetően bekapcsolhatod azt is, hogy milyen negatív promptokat tudsz megadni. Ez körülbelül ugyanaz, mint a Midjourney-ben, amikor azt írod, hogy dash-dash no, itt csak ezt a csúszkát kell átállítanod, és beírhatod az összes olyan dolgot, amit viszont nem szeretnél látni a képen, ezt ő föl fogja tudni ismerni, és ez alapján tud majd képet legeneráltatni neked. Aztán van itt egy másik gomb, ez a Prompt Magic. Ez nagyjából arra szolgál, hogy ha megadod neki magát a promptot, amiből ki akarsz indulni, akkor le tudsz generáltatni különböző prompt ötleteket, hogy mi az, amit érdemes átírni ezen a prompton. És nézzük meg, Mischievous Raccoon bouncing a ball off the wall of the abandoned warehouse. És ezt fogod, és vagy a generate-re kattintasz, hogy tegye át neked, vagy kimásolod és átrakod, és akkor már is visszatértél erre a oldalra. Aztán a következő dolog, ami szembe tűnhet, hogy itt van egy úgynevezett fine-tune modell nevezetű dolog. Itt vannak azok a különböző szettek, amik egy előre betanított kép stílust képviselnek. Tehát, hogyha egy nagyon picit visszamegyünk ide, a kezdő oldalra, akkor itt látni fogod azt, hogy vannak úgynevezett featured modellek. Például itt van a Deliberate 1.1, ami valószínű, hogy valami hasonló képet fog eredményezni, mint amit például itt látsz. Vagy itt van a Luna, ami most jelenleg nekünk ki van választva, ez nagy valószínűséggel ilyen jellegű képeket fog neked generálni. De aztán itt van az RPG 4.1, itt van a Dreamshaper 3.2, ezeket tudod igazából kiválasztani és használni akkor, amikor képet generálsz. Mondjuk most, mivel egy mosómedvét generálunk, használjuk a Cute Animal Characters-t, és maradjunk ennél. A következő dolog, amit érdemes megnézni, az az, hogy itt van egy ilyen, hogy Number of Images. 1-től 8-ig tudsz különböző mennyiségű képet legyártani.
Azért fontos, hogy mennyit gyártasz le, mert hogyha csak kísérletezel a képekkel, akkor érdemes mindig a legkisebb számot választani, ennek egyszerű oka van. Ha megnézed itt az egyesre kattintok, akkor itt kiírja alul, hogy ez egy tokenem be fog felkerülni, és ma még van 229 tokenem, amit felhasználhatok. Hogyha 8-ra kattintok, akkor 6 tokent fog felhasználni. Tehát, hogy csak kísérletezni akarok, akkor érdemes egyen maradni, és akkor ez a fogja legkevesebb tokent megzabálni, és amikor már a kellő beállításokkal használom az egész szoftvert, akkor följebb menni, hogy több képet generáljon le. A következő dolog, ami itt van, ilyen beállításként, nyilván az Image Dimensions, tehát az Aspect Ratio és hasonló után, az a Guide and Scale. Ez nagyjából ugyanaz a súlyozás, mint amit használhatsz a Midjourney-ben is. Meg tudod határozni a programnak, hogy mennyire vegye kőbevésetnek azt a promptot, amit te megírtál neki, mivel ez egy általánosan megírt prompt, ezért érdemes ennél a 7-es számnál hagyni. Ugye ennek azt hiszem 10 a középértéke, így van. Tehát, hogyha 10 alatt tartod, akkor lesz benne azért elég random dolog, amire neked csak szükséged van. A step count pedig a különböző, tehát a részletességet fogja meghatározni. Egyrészt minél magasabbra rakod a step countot, annál részletesebb lesz majd a végeredménykép is, viszont annál több tokent is fog majd megzabálni a cucc. Tehát szintén az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy ameddig csak kísérletezel egy adott képpel, addig érdemes a lehető legalacsonyabb token számot felhasználni. Aztán van itt image to image, tehát hogyha akarsz neki egy referenciaképet megadni, akkor itt megadhatod neki, és itt van a fixed seed is, hogyha szeretnéd ezt használni, hogyha nem tudod, hogy mi az a seed, és nem tudod, hogy hogyan kell ezt pontosan használni, akkor már Midjourney-ben ezt egy másik videóban bemutattam, majd itt a videó tetején fogsz látni egy másik képet, vagy egy másik kis beúszó szövegdobozt, amire, hogyha rákattintasz, akkor meg tudod nézni ezt a másik videót. És a legutolsó az a scheduler, ami nagyjából azt határozza meg itt a fine-tuned modell mellett, hogy milyen lesz a végkimenetele zaj szempontjából a képnek. És ezzel egy nagyon picit mindjárt el is fogunk játszani. Tehát alapvetően most nézzük meg azt, hogy egy tokenért, hogyha én most itt nekiállok és legenerálom ezt a mosómedvét, akkor milyen képet fogok kapni. Mivel 50-es step counton vagyok, ezért valahol 15 és 20 másodperc környékén lesz az egy képnek a legenerálása. Legalábbis én eddig úgy vettem észre, hogy nagyjából ebben az időszakban szokott ez lefutni. Most lehet, hogy egy kicsit többen használják, és éppen ezért egy kicsit tovább tart, de ettől függetlenül nem sokára megkapjuk az eredményt. És meg is érkezett. Itt van a mosómacink, ott van a labda, amivel játszik, csodálatos a kép, és ezt Euler a centrállal csináltuk. Mi van akkor, hogyha ezt átállítom DDIM-re? Nézzük meg a különbséget a kettő között. Mert gyakorlatilag a fine-tuned modell mellett ez a scheduler fogja megadni a legnagyobb különbséget a kép végkimenetelei között. És ezt mindjárt meg is nézzük. Azt hiszem szemmel látható a különbség, hogy mit látunk ezen a képen, meg mit látunk a második képünkön, amit legeneráltattunk, és ez, hogyha most visszaállítjuk, és azt mondjuk neki, hogy használjon Stable Diffusion 2.1-et, akkor azt is össze tudjuk hasonlítani, hogy ehhez a képhez képest mi történik akkor, amikor egy másik fajta szettet használunk ugyanannak a promptnak a legenerálására. Meg is érkezett a kép. Veszélyesen néz ki. Az már nem is biztos, hogy egy labda. Lehet, hogy valaki messziről almának nézni, mert piros. A mosómedvénk az repül a levegőben. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt jól válasszuk ki azt, hogy milyen datasettel szeretnénk ezt, vagy fine-tuned modellel szeretnénk ezt a képet elkészítetni. Az is nagyon fontos, hogy jól válasszuk ki azt, hogy milyen schedulerről szeretnénk ezt lefuttatni, és nyilván az is baromira fontos, hogy hogyan írod meg a promptot. Minden más, ami itt beállításként itt van, az igazából csak a fűszerezése ennek az egész képgenerálásnak, és
hogyha mélyebben el akarsz veszni abban, hogy hogyan működik a Stable Diffusion, akkor meg annyi nagyon jó videó található erről YouTube-on. Egy dolog, amitre szeretném felhívni a figyelmet, legalább egy olyan videókártya szükséges hozzá, aminek van 8 GB RAM-ja, és hogyha jól tudom, akkor az AMD által gyártott videókártyák jelenleg még nem támogatottak a Stable Diffusion-nél, tehát hogyha valami Nvidia videókártyád valami legalább 8 GB RAM-ot tud megjelenítetni, vagy felhasználni, akkor tudod használni a Stable Diffusion-t. Erre vonatkozóan vannak nagyon jó videók, hogy hogyan is tudod ezt egyáltalán telepíteni a gépedre, hogyan tudod ezt utána majd futtatni a gépeden. De hogyha nem akarsz ezzel a macerával egyébként foglalkozni, akkor még mindig itt van a Leonardo AI, amiben tudsz különböző képeket lefuttatni, tudsz különböző képeket legeneráltatni, és hogyha megtalálod a saját stílusodat, ha megtalálod azokat a beállításokat, amivel szeretnél egyáltalán dolgozni, akkor viszonylag jó minőségű képeket tudsz benne készítetni. Például most, hogyha egy nagyon picit visszamegyünk az eredeti kezdő oldalunkra, akkor azért látjátok, hogy ez a kép például DreamShaper 3.2-vel készült, ugyanazzal a DreamShaper 3.2-vel, amivel mi például, hogyha jól emlékszem, nem a Stable Diffusion, amivel mi még nem generáltunk képet, de például kipróbálhatjuk azt, hogy akkor milyen lesz a DreamShaper-rel ugyanez a kép. Sőt, tovább megyek, hogyha itt megtetszik neked valamelyik képstílus, mondjuk azt mondod, hogy ez a képstílus neked nagyon tetszik, és itt látod, hogy a fine-tuned modell az RPG 4.0, akkor nyugodtan rányomhatsz arra, hogy te ezt használni szeretnéd, ő pedig be fogja húzni neked ezt, és meg tudod nézni 640x832. A pillanat, 640x832, ráállítjuk, mert hogy ez a javasolt képméret, és akkor ebben is tudunk legeneráltatni egy képet. De itt láthatjátok, hogy a DreamShaper 3.2 például milyen képet készített a mi kis mosómaciainkról, hát nem éppen a legszebb, de ez ugye nyilván attól is függ, hogy milyen promptot írtál be neki. Most azért még nézzük meg, hogy az RPG 4.0 mit hoz ki belőle. Addig elmondanám, hogy egyébként te is be tudod tanítani egyfajta stílusra, tehát hogyha te szeretnél valamilyen szettet létrehozni, akkor ezt is megteheted. Például azzal, hogy hát igen, 1-2-3, oké, hogy 4 lába van ennek a szerencsétlennek, de hogy össze-vissza állnak, de ettől függetlenül látjátok, hogy ez is egy másfajta megjelenítését hozta elő a mosómacinak. Tehát te is tudsz betanítatni vele ilyen fine-tuned modelleket, ehhez az kell, hogy 512x512-es méretű képeket feltöltsél, amik ugyanazt a stílust képviselik. Tehát például, hogyha van egy kedvenc festőd, akkor annak a festőnek mondjuk a képeiből válogassál össze 10-15-öt, ezeket vágjad ki 512x512-es méretre, töltsed föl ide datasetként. Ezt mindjárt meg is mutatom, hogy hova tudod feltölteni. Itt, hogyha visszamegyünk, akkor van itt egy ilyen, hogy Training and Datasets. Ide, hogyha akarod, akkor feltölthetsz új datasettet, és akkor az alapján te már tudod használni a sajátodat. Ha viszont nem szeretnél ezzel foglalkozni, akkor még mindig ott van az a megoldás, hogy használod másokét, hogyha egyáltalán publikusra vannak téve. Tehát összességében a Leonardo AI erre képes, egy újfajta megközelítés jelenleg ingyenesen, minden nap megkapod ezt a 250 tokent, tehát tudsz vele szórakozni, tudsz vele játszani, és ha kitapasztaltad, akkor viszonylag jó minőségű képeket tudsz benne készítetni. Ez egy jó alternatívája lehet a Midjourney-nek, és hogyha te szeretnéd kipróbálni magadat ebben a Leonardo-ban, akkor ennek a videónak a leírásában fogsz találni egy linket, amire ha rákattintasz, akkor be tudsz regisztrálni a Leonardo-ba. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, és hogyha tetszett ez, amit láttál, akkor nyomj egy lájkot. Ezt én külön megköszönöm neked, nem csak azért, mert hogy ez nekem is jól esik, hogy nyomtál erre egy lájkot, hanem azért is, mert hogy akkor a YouTube algoritmusa is tudni fogja, hogy ez egy olyan videó, amit érdemes másoknak is megmutatni. Egyébként pedig találkozunk a következő videóban, addig is további szép napot kívánok neked. Hello, hello!